Mióta a Budapesti Közlekedési Központ átállt itt Budakeszin és az új jegyértékesítési rendszere, többen panaszkodtak, hogy így nehezebben elérhetők a jegyek és a bérletek. Mi lesz erre a megoldás? Hát most fogadott el az önkormányzat egy olyan BKK által előterjesztett kérést, hogy itt a Városháza buszmegállóban, amely Budapest felé a felszállás és a leszállás biztosítja, egy jegyárusító automatát szeretnének kihelyezni. Ez a jelenlegi helyzetet mindenképpen fog javítani, bár összességében nem gondoljuk, hogy ez jelenti majd a megoldást, hiszen a Dózsa-György téren az automatát megszüntették. Igaz, hogy a nappali órákban a bérletpénztár ott működik, és a bérletpénztárnál lehet jegyet, bérletet vásárolni. A célunk az lett volna, hogy legalább minden második buszmegálló közvetlen közelében lehessen buszjegyet vásárolni. Ezt a BKK-val kötött szerződésünkben rögzítettük is. Ez a szerződés ez június 30-án lejárt. Sajnos a célt nem sikerült elérnünk, miután a BKK jegyárusítási feltételei olyan nehézkesek, és annyira a vállalkozóknak nem feküdtek, hogy a vállalkozások közül, noha kb. 40 vállalkozást neveztünk itt meg Budakeszin, akik ezt a munkát csinálhatták volna, hát tudomásom szerint egy vállalkozással sem sikerült szerződést kötniük. Ez lesz az, amit a megújítandó szerződésbe bele fognak tenni, hogy a helyi vállalkozásokban is elérhetőek legyenek a jegyek és a bérletek? Mi a továbbiakban is ezt fogjuk erőltetni, hogy amennyiben lehet erre megoldás szülessen, hiszen az a megoldás, ami most működik és létezik, miszerint a buszokon lehet jegyet vásárolni, igazán nem utasbarát, hiszen 100 forintos felárral lehet az egyébként is drága jegyeket megvásárolni. A cél az lenne, hogy mindenki előre meg tudja vásárolni kényelmesen a jegyét, trafikokban, dohányboltokban, éjjel-nappalikban, vagy más egyéb vállalkozásoknál, hogy ne legyenek az utasok ennyire kiszolgáltatva egy-két pontnak, egy-két vásárlási pontnak, illetve annak, hogy felárral a buszon vegyék meg a jegyeiket. Hogyan sikerült azt elérni, hogy egyel több automata legyen elérhető a városban? Hát nézőpont kérdése, mert egyel több, de ugyanakkor egyel kevesebb, mert ugye, mint említettem, a Dózsa-György téren megszüntetik az automatát. Ez egybevágott az önkormányzat érdekével és a BKK-nak az elképzelésével, úgyhogy ezt csak üdvözölni tudjuk. Szeretnénk, hogyha még több helyen is lenne automata, hogy jegyeket lehet vásárolni, ad abszurdum modernebb automatákban bérletet is. Úgy tudom, hogy a mostani olyan lesz. Úgy tudom, hogy egyelőre még a BKK elzárkozik attól, hogy Budakeszin több automatát állítsanak föl, de érzésem szerint ez csak időkérdése, és ez ki fogja forni magát. Milyen helyzet Budakeszin az első ajtós felszállással? Török Bálinton már nagyjából egy éve létezik, Budaörsön pedig úgy vezették be, hogy az önkormányzatnak nem volt ideje véleményezni ezt a döntést. Az előző szerződésünkben a BKK megpróbálta a városunkra ráerőltetni azt, hogy egyezünk bele abba, hogy az első ajtós felszállás az a nap minden szakában megtörténhessen. Hát mi foggal körömmel tiltakoztunk ezzel ellen, mert azt gondoljuk, hogy ez rendkívül lelassítaná a közlekedést, és azt indokoltnak tartjuk, hogy amikor nagyon kicsi a forgalom, például az éjszakai járatoknál, ott megoldják az első ajtós felszállást, ez a 922-es éjszakai járatoknál a mai napig is működik, de a továbbiakban is szeretnénk elkerülni azt, hogy a csúcsforgalmi időszakban legalábbis első ajtós felszállásra kényszerítsék a budakeszi utasokat, tehát ha rajtunk fog múlni, akkor a következő szerződésből is az első ajtós felszállás nappali órákban kiszorul. Azzal, hogy a Volánbusz lett a Budapesti Közlekedési Központ alvállalkozója, ő látja el itt az agglomerációban a teljes közösségi közlekedést, azzal egyértelmű, hogy változik majd a szerződés feltétele. Mit szeretnének az új szerződésbe belefoglalni majd? Igen, az előző szerződésünk az június végéig volt érvényes, amíg nyilvánvaló volt, hogy a BKV látja el a BKK-nak az üzemeltetői státuszát. A Volánbusz belépésével új szerződést fogunk kötni a BKK-val. Szeretnénk a közlekedés fejlesztésében tovább lépni, és ezt szeretnénk szerződésileg is rögzíteni.
Eszerint a kívánságunk az, hogy a 22-es alapjárat, ami a Tescói közlekedik, a kora reggeli és az esti órákban kiegyensúlyozottan közlekedhessen, tehát ne legyenek a reggeli órákban és az esti órákban a mostani úgymond hézagok. Ez az ott lakóknak is az érdeke, nem csak a vásárolni utazóknak. Azon kívül szeretnénk elérni feltétlenül, hogy akár már az idei évben lehetőség nyíljon arra, hogy a 4-es metró Budakesziről átszállás nélkül megközelíthető legyen. Itt tudomásom szerint ebben nem csak a BKK az, aki kompetens, hanem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is, aki a járatoknak a finanszírozásába részt vesz. Ezért még augusztus hónap folyamán a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkárához fogunk ellátogatni a polgármesterasszonnyal, ahol fogjuk kérni az államtitkár úrnak az ez irányú támogatását, és azon kívül a további fejlesztési terveink Budakeszi területére már nem feltétlenül csak a BKK-n keresztül megvalósítandók. Egy másik vállalkozással előre haladott tárgyalásaink vannak. Ennek eredményeképpen várható még augusztus hónap folyamán egy belső buszjárat indul Budakeszin. A Tesco Park Center és a honfoglalás sétány között, ez heti két alkalommal, keddi és pénteki napokon a reggel körülbelül 8 és délután körülbelül 2 óra között fog óránkénti követési idővel közlekedni. Ingyenesen vehetik majd ezt a járatot igénybe a helyi lakosok, és ezt kísérletképpen indítjuk el, amennyiben ez elnyeri a lakók tetszését, akkor lehet a továbbiakban bővíteni, illetve természetesen terveink vannak Budakeszin más belső járatoknak az indításához is, amennyiben erre a forrást megtaláljuk. Hogyan haladnak az ügyben a tárgyalások, hogy esetleg a Dózsa-György téri végállomást átköltöztetnék a Pátyi útra? Nagyon jó a kérdés, hiszen ez is egy aktuális téma most itt Budakeszin. A BKK-val folytatott nyár elejé tárgyalásainkon ezt jeleztük feléjük. Úgy tűnt, hogy pozitívan állnak hozzá ehhez a kérdéshez. Mi feltettük nekik azt a kérdést, hogy ez anyagilag mit jelentene, mennyibe kerülne. Ők azt mondták, hogy kidolgoznak különböző alternatívákat, hogy oldható meg ez a probléma, és ennek milyen beruházási költségei lennének. Sajnos még a mai napig ezt nem kaptuk meg tőlük. Várjuk, hogy lássuk, hogy mibe kerülne ez valóban a városunknak, és amennyiben erre forrást találunk, akkor szeretnénk a lehető legrövidebb időn belül ezt megvalósítani. Ugye ennek két haszna lehet, az egyik az, hogy a buszvégállomás ugye nem odavaló már a Dózsa-György térre, kinőtt a Dózsa-György teret. A Dózsa-György térnek egyre inkább városközponti szerepet szánunk, hiszen a piacot is azért újítottuk föl, most szándékaink szerint bővíteni is fogjuk, és úgy gondolom, hogy nem egy esztétikus látvány az, amikor napközben 7-8 busz a Dózsa-György téren parkol. Ezt az egészet szeretnénk az erdésztérre kihelyezni. A másik fontos dolog az, hogy akkor így legalább az erdésztér környéke is jobban bevonódik a közösségi közlekedés vérkeringésébe, tehát az a terület is jobban feltárt lesz a lakók és az oda vásárolni utazók számára.